Ezen a héten itt a Szent Konrád Rádió mikrofonjánál a beszélgető partnerem, most ismét régi barátom Gaudi Nagy Tamás lesz. Szia Tomi! Szevasz Gyuri, szevasztok! A téma pedig azért fontos, mert ugye Tomi nemrég volt vendég, de most mégiscsak egy aktuális kérdés merült fel. Kim volt Azerbajdzsánban, és ugye Azerbajdzsán tudjuk, hogy a Közép-Ázsiai térségben van, ahol az őseink valamikor lovon ülve jöttek, mentek, és hát vannak ilyen elméletek, hogy a régi türk rokonság, vagy turáni rokonság révén valamilyen kötődésünk a több néphez lehet, de nem is akarom sokáig szaporítani a szót. Vannak hitek és tévhitek a baltásgyilkos és az örmény viszonylat kapcsán is Azerbajdzsáról. Tomikám, akkor mondd, hogy te mit tapasztaltál, mi a benyomásod, mi a véleményed, mit tudsz elmondani erről az országról. Jövőnk szempontjából van-e jelentőség ennek az országnak és ennek a térségnek? Na hát szevasztok, szevasz Gyuri, megvallom szerintem, hogy én ugye először voltam most ebben a régióban, az egész Kaukázus menti térségben, és hát tulajdonképpen próbáltam előítélet nélkül menni, tehát mind pozitív és negatív előítélet nélkül, mert ugye rengeteget hallott az ember már erről a területről, de megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon pozitív élményekkel tértem vissza, tehát messze-messze meghaladta azokat a elképzeléseket, várakozásokat, az az életérzés, ahogy eleve fogadnak, viszonyulnak magyarként az azeri emberek, minden szinten, tehát nem csak mondjuk a politikai kapcsolatrendszer révén megtalált emberek, hanem egyetemi emberek, szállodák. Ismernek minket, magyarokat, azt lehet mondani? Igen, kifejezetten igen, igen. Tehát kifejezetten tulajdonképpen azt kell mondani, hogy testvérként, tehát Attila, Hun király leszármazóiként tartanak minket nyilván, meg magukat is, és tulajdonképpen egy családba tartozónak tudnak minket. Tehát ez Kazasztánból hallottam ilyeneket, mikor hazajöttek a Csemesz Farkasék, hogy ők meséltek ilyesmiket, hogy ott is ez az álláspont, hogy Attila leszármazottai, vagy Attila birodalmának és népének leszármazottai vagyunk, és ez alapján kulturálisan is és egyéb módon is rokon, tehát ezt az Azerbajdzsán is tartja, ezt az álláspontot? Igen, igen, én amerre mozogtam, ez jellemző volt, igen. Igen. Hát tényleg egy nagy ország, azért nálunk 10.000 négyzetkilométerre kisebb ugyan, 1 millió lakossal kevesebb, de tulajdonképpen nagyságrendileg majdnem akkora ország, mint mi vagyunk, és történelemben, sorsban nagyon sok hasonlóság mutatkozik, tehát engem ez meglepett meg leginkább. Egyébként egy ilyen nemzetközi konferencián vettem részt, a International Humanitarian Forum nevezetű konferencián, amely, ahol 800 meghívott volt a világ minden tájáról, 15 Nobel-díjas tudós, közgazdászok, orvosprofesszorok, 15 volt köztársasági elnök, ott ült egymás mellett a volt horvát elnök, a volt szerb elnök, a volt bolgár elnök, különböző szekcióüléseken beszélgettünk a nemzeti identitási, globalizmus kérdéseiről, mindezt rávetítve az USA lehallgatási botrány világbank szerepére. Tehát egy alternatív, egészséges, patrióta világ szemlélet mentén szervezett konferencia volt, és hát ugyanakkor meg nyilván alkalom nyitott arra, hogy rengeteg emberrel találkozzon, egyrészt megismerje az Azerbajdzsán, mert utána konferencia két napja után egy azeri képviselő, Elkan Szulajmanov, az Európa Tanácsi Delegáció vezetője az Azerbajdzsán részéről, ő maga is parlamenti képviselő, egy ilyen rendkívüli ország járást szervezett, ha lehet így fogalmazni, amelynek keretében 3 napig hát ismerkedhettem meg így az azerbajdzsáni vidék. És most kik voltatok kint, tehát más magyarok kik voltak, akik veled voltak? Vagy egyedül voltál? Vagy... Nem, tehát Magyarország részéről ugye összesen ugye 5-en voltunk. Ugye én az azeri külügyminisztertől kaptam egy levelet egy pár héttel ezelőtt, hogy ő ragaszkodik az a jelenlétemhez. Tehát ugye nem tudja elképzelni a konferenciát nélkülem. Ugyanilyen levelet kapott Morvai Krisztina képviselőtársam, és ugyanilyen levelet kapott Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós. Őt abból az időből ismerik még, a szovjet időkből? Így van, és nagyon nagy, nagyon tisztelik, nagyon szeretik, nagyon becsülik. Ő maga is nagyon patrióta szemléletű egyébként. Aztán volt egy... Jó benyomást tett rád az Aranyvercsi bácsi, ezt nagyon jó viszonyba kerültünk, megmondom őszintén, nagyon-nagyon-nagyon tényleg jó barátságot kötöttünk. És ki volt még kint veletek? Igen, és egy Magyar Hétlapos újságíró, egy bizonyos Vörös Mihály, külügyi főszerkesztő, és a ELTE jogi karáról Hamza Gábor
professzor úr, aki ugye a régi jogtörténet professzorként azeri témákban is publikálgat. Tehát ez volt Magyarország részéről, de hát nyilván sok más ország részéről sokan voltak még. Igen. És mit lehet az azerbajdzsáni történelmről így nagyon röviden? Tehát mondtad, hogy hasonló vérzivataros, hogy úgy mondjam, igen, mint a miénk, de úgy tényleg, csak tényleg néhány mondatban, hogy egyáltalán, hogy mióta létezik így ez az ország, mennyire egységes, nemzetileg ez egy nemzete, vagy olyasmi, mint Kazasztán, vagy sok ilyen közép-ázsiai ország, ahol valójában sok nemze, sok etnikum él együtt, és milyen, mi ez az erre, hát Afganisztán is ilyen, hogy sok ilyen. Tehát... Itt igazából nem, tehát így etnikailag ez egy nagyon egységes ország, és gyakorlatilag a eredetüket, hát ugye mindenkiben Krisztus előtti időkből származtatják. Én voltam olyan hegyvidéki részen, kis nevezetű településen, az úgynevezett... A kaukázusi Albánia, ez egy kis furcsa volt nekem, tehát a régi, ez volt a neve a területnek, hogy kaukázusi Albánia, ez volt a régi neve, és ebben az időszakban, tehát Krisztus után tól kezdődően ők már harmadik századtól keresztények voltak, majdnem 6 évszázadig. És ilyen gyönyörű templomokban jártam, tehát ilyen nagyon szép középkori, vagy ókori, vagy nem is tudom, igen, tehát ilyen nagyon... Kora középkori. Kora keresztény, tényleg ilyen centrális szerkezetű gyönyörű templomok. Ugye itt kis városa környéke ráadásul olyan érdekes lakosság élt, hogy ilyen 2 méter fölötti magasságúak voltak, és ők nagyon komoly rokonságot ápolnak a vikingekkel. Láttam sírokban, ilyen nyílt sírokban 2 méter 20 centi hosszú hölgy, női holttest, tehát női vagy csontvázakat. Hát elég érdekes. Ezek a leszármazottai jót van. Igen, és ők úgy tudják nyilván, hogy innét mentek el a vikingek. És itt tartják is Heyerdállal, meg több norvég emberek ott a szobra. Úgyhogy 5-6 évszázadig keresztények voltak, és utána jött be az iszlám. De amit én megfigyeltem, az, hogy abszolút nem egy úgymond erőszakos iszlámot én nem észleltem. Tehát tényleg nagyon türelmesen, nyugodtan vannak így vallásilag. Hát tudod, emlékszel a Ümit Hamit mesélte nekünk, amikor egyszer itt együtt szintén egy műsorban voltunk, hogy az ujgur nép is úgy iszlám, hogy azért annyira nem fanatikus, mint a közel-keletiek, tehát ott azért lehet bort inni, meg a lányok meg kézzel fogva a fiúkkal, tehát nem annyira szélsőséges, és ez igaz, azt mondható a több ilyen középpől. Igen, azt kell mondanom, hogy tényleg hogy dübörög az élet igazából az Azerbajdzsánban. Még a történelmről annyit, hogy tengetlen ők, tehát az egész volt Örmény, tehát a jelenlegi Örményország területe is Azerbajdzsán volt, sőt, Irán, Észak-Irán döntő része is Azerbajdzsán volt. Tehát ők úgy tartják nyilván, hogy a jelenlegi Azerbajdzsán az Észak-Azerbajdzsán, és Dél-Azerbajdzsán iráni megszállás alatt. De várjál, Tamás, akkor hol volt Örményország? Mert azért az is egy mondja. Ezek sehol nem volt gyakorlatilag. Tehát ők úgy mondják, nyilván szerintem most minden forrásban ellenőrizni kell. Tehát az Örmény is egy mai nép, azért azt... Nem egy mai nép, de nem itt éltek. Tehát a jelentős mértékben sztál időszakában telepítették be őket, kifejezetten a török és azeri nép közötti enklávi létesítés érdekében, ez mai napig is így van, és ugye Karabakh megszállása egy nagyon szomorú dolog, ugye hát ők ezt nagyon... Mondja erről is egy pár szót, mert ugye ez az, ami miatt ismerjük egyáltalán a nevét itt Magyarországon, hogy az örmény-azeri konfliktusnak, ugye itt ennek eredményeképpen itt lett ez a gyűlösség. Akkor ez mi ez a konfliktus? Akkor ezt tisztázzuk, hogy legalábbis te mit tudsz erről. Igen, hát ez egy régi visszamenő dolog. Én bevezetően szerettem volna elmenni, legalábbis a határvidékre. Tehát én, amikor megkérdeztük, hogy merre akarok menni, mondtam, hogy kivel meg szeretném nézni a karabakhi térséget. Mondták, hogy ne nagyon menjek arra, mert lövöldöznek nap, mint nap a határvidéken. De tény és való, hogy ugye Örményország orosz támogatással 90-es évek elején, 92-93-ban lerohant a hegyi Karabahot, amely egyébként többségében azeri lakosságú volt, és hát komoly vérfürdők voltak, és elűzött kb. 1 millió embert onnét. Mert az örmény földünk, azt mondja. Mert azt ők úgy tartják, hogy valamiért Örményországnak ott köze van hozzá, tehát itt ugye sokféle nép sokféleképpen gondolkodik az ilyen ősi földekről. Egy a lényeg, hogy hasonló jellegű ősi templomok vannak, mint ugye most itt kisvárosában láttam egyebek. És hát én voltam olyan karabahi menekült lakóparkban, így kell mondanom, hogy lakópark,
ahol karabahi menekültek élnek már több mint 20 éve, és voltak abban beszélgetni ilyen családokkal, egy tanárembere, egy matematikus tanárral, aki hát elmondta, hogy hát 20 évvel nem mehet vissza, még a szülei sírját sem nézheti meg. Még azt sem nézheti meg, hogy mi van a házával. Őrület. Tehát azért ez egy elég döbbenetes dolog, és mondtam, hogy elkezdtem ott mondani a naívan, ugye, hogy jogászként, hát kérem, a nemzetközi jog biztosítja a menekült személyek része, hogy visszatérhessenek területekről, hogy mit meggyőződhessenek arról, hogy vagy mi a helyzet ott. Mondtam, hogy felejtsem el, lelőnék. Tehát csak hát ugye erre az ember azt mondja, hogy hát ez nem igazán jó dolog. Tehát szóval ez nem normális dolog. Hát igen, de mondjuk úgy lenne kerek, ha tudnánk az örvények álláspontját is erről a dologról, de én sem tudom igazából, tehát nem vagyok képben ebben a kérdésben, bevallom. És hát az még egy dolog, hogy óriási erőforrásokat használ az állam, ugye a felek menekültek, hát nyilván azt tudni, hogy komoly földgáz és... Na ez volt a következő témám, hogy miből él ez az ország. Hát igen, földgáz és kőolaj, ez a legnagyobb erőforrásuk, meg a gyümölcsök, tehát ugye főleg a gránátalma, hihetetlen típusú gránátalmát termesztenek, mennyiségű gránátalmát, de hát a legnagyobb húzó ágazat az nyilván a földgáz és a kőolaj, és a... Tehát ebből gazdagok? Ebből nagyon gazdagok. Hát azt ugye Kazasztán is iszonyú gazdag, és ez nagyon látványos az országban, hogy ilyen városokat építenek, mint közel-keleten ezek a ilyen emírségek olyan körülbelül, hogy... Hát megmondom, ezt a kapu számomra ugyanezt hozta, tehát ilyen én voltam még Dubajban ugyan, meg ilyen országban, de nagyobb ilyennek képzelem azokat. Tehát tisztaság van, rend van, vegytiszta, hipertiszta utcák, nagyon komoly újépítési ingatlanok. Nyilván nem mindenki éli, szóval ezt nyilván az ember leveszi, de úgy tűnik, hogy azért egy átlag életszínvonalban erősen vannak. Hát a kocsi állomány is nagyon erős, nagyon komoly luxusboltok mindenütt, szóval nyilván gondolom, hogyha nem lenne fizetőképes kereslet, akkor nem lennének ezek a boltok. És hát a vidék sem annyira rossz, tehát nincs olyan nagy szakadék, mint ahogy ezt várható lenne. De mondom, nekem az volt a benyomásom, hogy Brüsszel, ahol bizony sokat járok, vagy akár Strasbourg, hát bizony azt kell mondom, hogy ilyen kis félig meddig egy koszos port. Tehát csövesebbül néz ki a sok bevándorló. Hát bizony, meg kell mondom, hogy igen. Hát itt nagyon komoly rend van. Jó, most nyilván... Ezek nincsenek eladósodva, ezek a országok. Abszolút nincsenek. Hát 20 éve Heydar Aliyev, az akkori vezető, aki 10-el meghalt már, egy olyan utat választott, hogy nem adjuk el erőforrásainkat. Tehát, hogy megtartják erőforrásaikat, és jöhet a külföldi, de az azeri érdekek és szabályok mentén. És ez most is igaz, tehát vannak külföldi beruházások, de nem rátelepedve, kiszifolyozva, megmételyezve az azeri életet. Tehát ez az óriási különbség, és ez érezhető, tehát látható. Voltam olyan hegyvidéki részeken, ahol például ilyen síközpontot építenek éppen, ilyen svájci, úgy képzeljük el, hogy svájci síközpontot építenek, és hát ilyen hipermodern eszközökkel, és mondják ugye, hogy ez is saját magunk vitelezzük ki, tehát igen, van a külföldi tanácsadók, de az építést nem engedik át. Nem úgy, mint nálunk, ugye, hogy elviszik a hatalmas pénzt a külföldi beruházók. Egyébként itt is a magyarok építik végül, csak a haszon nem a magyaroké. Ott ezek szerint a haszon az azerieké. Így van, és ez... Döbbenetes, hogy már külön... ezek is leelőztek minket. Hirdetek. Aztán például azt, hogy minden városban, ami meglepő volt, láttam ilyen nagy sportcsarnokokat, ilyen olimpiai ötkarikák. Hát akkor kérdeztem, mi van itt? Már volt egy olimpia, nem tudok róla. Mondták, hogy majd lesz. Tehát ők most építik már a majdan valamikor rendezendő olimpia létesítményeit. Hihetetlen. És minden szinte szerényen településen is ott van egy uszoda, egy sportcsarnok, egy bármilyen jellegű komolyabb létesítmény. Tényleg ez egy meg dolog. Még azt kérdezném meg, hogy Kazasztánban, akik kint jártak, azok mindig úgy mesélték, hogy tehát egyrészt ott is ugyanezt lehet látni, hogy rengeteg pénz van a gázban, a kőolajból, és ezt visszaforgatják az országba, de hogy egy ilyen hazafias alapon újítják fel az országot. Tehát ezek a modern épületek, tehát én rengeteg képet is láttam ott a fővárosról, tényleg ilyen nagyon modern, ilyen japán, nem tudom, milyen csúcstervezők tervezték ott a várost, de tele van olyan szobrokkal, amik ilyen turányú eredetű ornamentikákat, meg alakokat, meg személyeket,
ábrázolnak, és ezeken a modern dolgokon is a turári ornamentika, a díszítés. Tehát amit én itt szívem így vérzett, hogy úristen, hát Magyarországon erre vágynék, hogy a magyar kultúra így mindenem megjelenik, ahogy ott ezt ők fölrakják. Ez az Azerbajdzsánban is valamilyen szinten észrevehető? Maximálisan, tehát egyik kedvenc látképen volt Bakuban például az a három tornyos elegáns luxus szálloda, amely minden város minden pontjáról látszódik, és éjszaka ugye különleges világítás kap. Ugye úgy tekintik Azerbajdzsánt a legenda szerint, hogy a láng, a tűz országa, mert hogy olyan tudom, ilyen vulkánok nem tudom mik voltak, és a lényeg az, hogy ezen a három épületen ilyen váltakozó motivumok szaladgálnak. Az egyik motivum az a maga az azerbajdzsáni nemzeti szín, tehát a kék, piros, zöld. Aztán van még egy verzió, ami igazán tetszik nekem, hogy egy ilyen, már nézést kérek, tehát egy ilyen kis ilyen HVM-es vagy hunniás tüntetőszerű alak lenget a kezében egy azeri zászlót. Tehát ezt látja egész Baku városa, két fő ember, és ez ott legitim módon megy a leggazdagabb hotelnek a falán. Na most gondoljuk már el otthon, hogy valakinek felvetése van, hogy a Kempinski hotelen, amink ez fuss. Tehát szétszednék náciként, ugye, hogy ez micsoda szörnyű dolog. Tehát, és valóban ezt látni, tehát valóban rengeteg patrióta emlékhely van, nyilván a felújított mecsetek is, én például voltam egy 747-ben alapított mecsetben, amit most újítottak fel idén éppen, Aliyev elnök, az ifjú Aliyev, ugye, aki most a elnök Azerbajdzsánban, ő nyitotta meg a konferenciát, és ki is tért erre a mecsetre külön, hogy ez egy milyen jelentős dolog. És meg kell mondanom őszintén, hogy például az egyetemen jártam, az Azerbajdzsáni Közgazdasági Egyetemnek a rektorhelyettesével találkoztam, ott egy több órás megbeszélésem volt, mint a rektorral korábban előző nap találkoztam, és Attila unokái vagyunk című könyvet adtam át neki is, meg Aliyev elnök úrnak is, amelyben Kertai Zalán, ugye a magyar álló festőművész fantasztikus képei láthatók, meg egy hun-magyar történet leírás, és hát amikor extázisba jöttek, és hát elképesztő maga az egyetem is milyen, mennyire patrióta szemléletű, tehát hogy mind a képekben, mind a berendezésben, a módszertanban, olyan, de olyan korszerűek, hogyha megjelenik mondjuk egy amerikai trendi közgazdász könyve, akkor azonnal írnak neki másnap egy e-mailt, hogy szeretnék azeri nyelven lefordítani, és általában meg is kapják az engedélyt, és le is fordítják, és azonnal kezébe adják a diákoknak. És a Nobel-díjas tudósok többségét megkeresik, és díszdoktori címet adnak nekik, amit el is fogadnak. Tehát van azért egy tudománypolitikájuk. Nagyon komoly. Így van. Tehát a Stiglitztől kezdve Robert Lukácson át ott vannak ezek a Nobel-díjasok, mint díszdoktorok, akik egyébként részt is vettek a konferencián, tehát hogy nyilván ez így is működik, hogy akkor kvázi barátként eljönnek. Igen, még a saját valódi tudományos nagyságainkat is sokszor nem, hát legalábbis nem mi úgy, mondta te vagy én, de sajnos Magyarország nem becsüli meg. Nem borzasztó, hogy... És egyébként milyen szövetségi politikát folytat Azerbajdzsán? Tehát ki kell keresi a kapcsolatot? Hát igen, ez érdekes, ugye még itt az azerbajdzsáni történelmről, akkor tehát azt kell elmondani, hogy ha jól emlékszem, hogy 1800-as évek közepe tájékán, ugye orosz-iráni paktum hatására Azerbajdzsán ketté vágták, ebből fakadóan Iránban él mai napig több mint 20 millió azeri. Tehát kétszer annyi azeri Azerbajdzsánon kívül, tehát ők abszolút úgy tekintenek Észak-Iránra, mint Dél-Azerbajdzsára. És hát igen, még azt... Az eredeti perzsa államban nem tartozott ez bele? Nem tartozott bele. Ma Irán az nem a... Mert ugye Irán a perzsa alapokon ül, de ezt nem lehet kijelenteni, hogy az Irán mai területe az egy az egyben a perzsa terület. Így van. Ezek ott azeri emberektők. Hát az nagyon nagy szám, 20 millió. Hát bizony. És akkor élnek ugye Grúziában is, azt mondom, egy fél millió, még Oroszországban is, ugye, amely északon határos velük, egy fél millió szintén. Tehát nekik ilyen nagyon komoly elképzelésük van arról, hogy hogyan alakul a jövő. Oroszországgal ugye egy furcsa viszonyban vannak, hiszen gazdaságilag együttműködnek velük, viszont politikailag azért hát elég erős a szembenállás, hiszen Oroszország Örményország mellett áll. Tehát orosz katonaság állomásozik Örményországban, tulajdonképpen az örmények, a 2 millió örmény, az így tud egyáltalán dacolni Azerbajdzsán, mert azért fújnának, hogy az erek eltűnnének a térképről. Tehát, ez az Azerbajdzsán gazdag is, meg létszámában is részt, ötszöröse majdnem örmény. Hát a katonai költségvetésük az kb. 10-szeres az örménynek. Tehát gyakorlatilag katonailag
egy perc alatt legyalogolnák őket. Egyébként meg kell mondanom őszintén, hogy meglepő volt, hogy akár az egyetemi szektorban, egyetemi tanárok, de bárki, bármelyik az elével beszéltem, az a legtermészetesebb tényként jelentette ki, hogy hát előbb-utóbb ő is visszavesszük Karabahot. Tehát ez nem kérdés. Legfeljebb az, hogy mikor. Tehát ez egy... Ahogy nekünk is hozzá kell állni Erdélyhez, meg a többi dologhoz. Igen. És egyébként akkor ugye abból azt hűröm le, hogy be vannak ékelődve két nem túl baráti ország közé, ugye Irán és Oroszország, és mi merre fele nyitnak. Ugye nyugatfele meg azt hiszem, ugye jó pont Örményország nyugatfele van. Igen, igen. Hát Törökország. Törökországgal vannak stratégiai jó testvéri kapcsolatban, hiszen a nyelvük is kb. 90%-ban megegyezik. Rengeteg ő, meg ő betű számomra legalábbis ilyen y-ok, meg ilyesmik. Tehát nagyon hasonló a török nyelvhez. Hát ők azért egy törökös néven. Igen. És a török befektetések jelen vannak, tehát nagyon nagy az átfedés a törökökkel. Van egy Nakhichevan nevezetű exklávé, Azerbajdzsának egy része, gyakorlatilag nem határos Azerbajdzsánnal, ez viszont határos Törökországgal. Tehát, van egy olyan külön része, ami nem... Ez csak repülővel lehet. Amit fiúmemnek. Igen. Hát, az örmények nem engedik át a forgalmat. Örmények, egyébként azt tudni kell, hogy Karabakon kívül még 7 abszolút semmi köze nincs Örményországnak hoz, de 7 egyéb azeri járást is megszállva tartanak az örmények. Tehát, és hát 1 millió menekült, ahogy mondtam. Akikről gondoskodik az állam, lakást épít nekik, eltartja őket, és hát igen, egy fizetést is biztosít nekik, mert azt mondják, hogy ők nem tudnak saját hibájukon kívül dolgozni. Tehát havi 300 eurót kap egy, az a tanár például, akivel én beszélgettem. Ez a alapjövedelem van már, ott tartanak. Így van. És akkor azt nem lehet mondani, hogy ezzel a közép-ázsiai iránya, hogy Kazasztán mondjuk ebbe az irányba is tapogatoznának, mert én ugye sokszor eszembe jut ez, hogy ezen a vonalon, hogy Attila unokái vagyunk, az kijelentésnek a vonalán lehetne Magyarországnak egy új szövetségi rendszer találni, ami egy olyat, ami nem is volt már, nem is tudom mióta, hiszen ezek a népek vagy meg voltak szállva, vagy nem voltak tényezők szinte évezredes távlatok óta. Most hirtelen tényezővé váltak olyan népek, az kőolaj, földgáz és hogy a Szovjetunió szétesése után, akik viszont kulturálisan össze tudnánk fogni, és egy olyan turáni szövetséget, ami nem létezett, már nem tudom, mondom, 2000 éve újra megalapíthatnánk, hogy erre nincs szerinted perspektíva, hogy az Azerbajdzsánba belefűzzük, mert abszolút, én ezt a jövőt látom, se nem nyugat, ez az igazi harmadik út, se nem nyugat, se nem az a klasszikus kelet, tehát ez az orosz kelet, hanem az igazi magyar út, hát ha valami, akkor ez. Igen. És ezek gazdag népek most. Ez így van, tehát és hát mondom... És az ujgurokig beleértem, szintén gazdagok, csak ezeknek szállva. Igen. Tehát nyitottak, abszolút szimpatizálnak velünk, mondom, hát tényleg szinte zavarba ejtő volt az a szeretet, az a gondoskodás, ahogy viszonyultak hozzá. Mondjuk azt tényleg hozzátartozik, hogy én az Európa Tanácsban az elmúlt 3,5 évben nagyon sokszor kiálltam Azerbajdzsán mellett, amikor igaztanul támadták Azerbajdzsánt. És egy érdekes hasonlóság egyébként, hogy Magyarországot és Azerbajdzsán támadják most igazán az emberjogi alapon. Úgymond a nyugati államok. Ott is diktatúra van, azt mondják az Azerbajdzsánban. Azt mondják, ugye nyilván, hogy mondjam, tehát ott is vannak azért aluktaló jelek, hogy azért az emberi jogok teljes körűen maradéktalanul feltételnék, hogy nem gyakorolhatók minden esetben, de a igazi baj ezekkel az országokkal az, hogy megpróbálják ugye patrióta szempontból kiszállni a gazdaságot, és megóvni az erőforrásokat, és nem kiszolgáltatni saját országukat, mondjuk a nyugati gyarmatosítást. Hát, most mi nálunk is diktatúrancsákálunk a buzik, körülbelül ezt lehet mondani, hogy a homokosok diktatúrája van, ugye ebben a liberális világban, ott legalább egy patrióta diktatúra, egy hazafias van, azt lehet mondani, vagy egy ilyen fél diktatúra, na, tehát ezért szerintem teljesen azért nem hiszem, hogy egy ilyen sztálini típusú lenne. Nem, én se lennék hívennek. Olyan Horthy típusú, ahol azért mindig a kormányzó párt győz, azért lehet mást is mondani, de azért tehát nem, ezt tudnám, vagy az nem jó hasonlat szerintem? De azt hiszem, hogy igen, mert ugye igazából tehát én azt látom, hogy... Ez tekintélyű valami rendszer. Lehet, hogy van, aki ezzel nem értott egyet, de nem nagyon lehet nem egyet érteni, mert annyira... Igen. Egyértelműen szolgálja az azeri nép érdekeit ez a politika.
Lehet, hogy nyilván van egy klik, aki mit lehet, hogy picit jobban él, mint az átlagember, ez nem feltétlenül jó, vagy lehet ezt kritizálni, de összességében az ország is sokkal jobb helyzetben van, mint ahogy mi, ahogy jártunk, hogy 90% a gazdaságunknak már gyakorlatilag nyugati kézben van, mint a Nyugat-Magyarország földjeinek döntő többsége már osztrák kézben van, stb. Elképzelhetetlen lenne ez Azerbajdzsánban, tehát ott elkergetnék az első nyugatit, aki ott letűzne egy karót. Tehát... Szomorú, hogy ezt kell mondjam, de ennyire le vagyunk maradva már kelethez képest is. Na jó, hát ebből szép felállni. Tomi, nem tudom, van még valami, amit kívánsz mondani ezzel kapcsolatban? Hát mondom, igazából szubjektíve tudom csak azt mondani, nekem is ez volt a benyomásom, hogy hát borzasztóan elkeserítő az, hogy az ember keletre mozdul, és azt látja itt most konkrétan Azerbajdzsánban, hogy itt nagyon-nagyon-nagyon tudatosan szervezik a társadalmat, mind a tudományt, mind az oktatást, például az egyetemnél csak annyit elmondok még, hogy elmondták, hogy úgy működik az egyetem, tehát nem az, hogy végez a hallgató, és akkor majd keresen munkát, tehát itt már az egyetem időszak alatt a vállalatokat, a versenyszektort behozzák az egyetembe, és összetalálkoztatják a hallgatókkal, ösztöndíjjal, egyebekkel, és nagyon tudatosan építik tulajdonképpen a szellemi erőket, és a kutatásfejlesztésbe is óriási pénzeket fordítanak. Szerencsére a magyar nagykövetség is nagyon korrekten áll a dolgokhoz, a magyar azeri kapcsolatokhoz, voltam a nagykövet úrnál, és nagyon-nagyon szívügyük az, hogy erősítsék a kapcsolatot. Vízum van most jelenleg a két ország között, ez nem feltétlenül jó, mert azért egy adminisztratív akadályt jelent, de egyre nagyobb az érdeklődés. Magyarország felé egyébként Azerbajdzsán felől a gyógyturizmus felé van nagy érdeklődés, vannak azért olyan mezőgazdasági termékek, amelyeket nagyon szeretnének, meg egyáltalán a magyar szarvasmarha. Hát igen, a magyar mezőgazdaság az nagyon fejlett volt a kommunizmus idején is, vagy a szocializmus idején, és sok keleti ország sírja vissza azokat a szakembereket, akik a magyarok ugye oda küldözgettek szocialista időkből. Igen, a magyar műszaki fejlesztőmérnökök, a magyar informatikusok iránt, hát arra is nagy az érdeklődés, és egyetemközi kapcsolatokat is mondom, ez egyetem is nagyon kezdeményezett, hogy akkor itt segítsek ebben, hogy találjanak partnert. Tehát minket nagyon szeretek, nagyon nyitottak, és rajtunk múlik igazából, hogy mennyire mélyed ez el. Azt kell mondanom egyébként, hogy a mostani kormány azért ebben is bizonyos mértékben követi azt a utat vagy nyomást talán, amit a Jobbik kifejt a keleti nyitás felé, hiszen korábban elképzelhetetlen volt, most már valóság, hogy azért sorra járja ugye itt a gazdasági külön megbízott, ugye Szijjártó Péter ezeket a országokat, legutóbb Kövér László volt ugye Kazaksztánban, Üzbegisztánban, és azért épülgetnek ezek a kapcsolatok, és hát ők is belátják, hogy valahol egyébként tényleg furcsa, de én ilyen jellegű, ilyen szoros, ragaszkodó hozzáállást nem tapasztaltam még tulajdonképpen. Nekem is ez a régi gondolatom, hogy nem a nyugati népek, vagyunk mi a rokonai, meg a jó összönek, mi mindig is egy nem távol-keleti, hanem egy ilyen, tehát ez a turáni népség, ez a közép-ázsiai puszta, ahol a mi népeink éltek. Hát mi nem ott keressük a szövetséget? Lehetett régebben azt mondani, hogy azért, mert ott szegénység van, meg megszállott országok, meg mit, de most már nem lehet. Most már azt lehet mondani, hogy ott igenis nívó van, amiért érdemes ott a szövetségesnek is menni, túl azon, hogy kulturálisan is van értelme, túl azon gazdaságnak is van, nem? Így van. És nekünk egy történelmi lehetőség. Igen, és a hagyományőrzésben például viszont meg tényleg jól állunk, mert ugye például Kurultáj, meg igen, egyet. Igen. Tehát ebben még viszont mi tudnánk egy kicsit még generálni őket. Tehát és ők meg nyitottak erre ezek szerint, nem? Abszolút nyitottak, és hát gazdaság szervezés területén meg aztán tényleg mintaértékű, hogy működnek, úgyhogy nagyon dolgozni fogok magam is azon, hogy erősödjenek az azeri-magyar kapcsolatok, gazdaságilag is próbálok itt néhány dolgot létrehozni, mert kulturálisan nyílik majd egy magyar kultúraháza Bakuban, jövő februárban, és szeretném a Kertai Zalán festményeit kivinni például. Na. Sok-sok ilyen elképzelés van, úgyhogy remélem, hogy ezek mind testet öltenek, és hát ősödik ez az összefogás. Jó, hát köszönöm szépen, Tomi, akkor ezt a beszélgetést. Szívesen, Jürikám. Érdekes lesz az embereknek is. Másik téma, amit még úgy gondolom, hogy meg pár szóban azért átbeszélhetnénk, az azerbajdzsáni dolgokhoz nem is kapcsolódik közvetlenül, de végülis egy tényleg abszolút napi politikai
téma volt, ez a bizonyos törvénymódosítás, az előzetes letartóztatás végtelenbe nyújtásáról, amit megszavazott sajnos a parlament, mert veled együtt én is úgy gondolom, hogy ez egy elképesztő, nem is tudok rá mit mondani, hogy ilyet, ez visszafele feladás az 50-es évekhez közelítő ötlet volt, mindenféle áraktűjű és egyéb gyilkosok létezésével együtt kimerem jelenteni. Sőt, hát én úgy olvastam a neten, hogy a Jobbiknak volt még egy Wollner úrnak egy olyan felvetése is ezzel az egész témával kapcsolatban, hogy egyéb iránt meg az 5 évvel fenyegetett, 5 évtől fenyegetett bűncselekmények elkövetőit, akár a háziőrizet ne járjon nekik, vagy valami ilyesmi, ami szinte azt jelenti, hogy nem csak hogy 15-től, hanem már 5 évtől is akár be lehet tartani. Nyilván nem életfogytig, mert ezek nyilván kisebb súlyú büntetéseket érnek, de folyamatosan, amíg le nem tölti az előzetesét, és ez jobbikos ötlet volt, ezt most végül is úgy látom, hogy nem került szóba így, de én el vagyok képedve ezen, bevallom neked, és úgy érzem, hogy ha valami árulás a nemzeti ellenállásra szembe, akkor az ilyen típusú törvények, módosítások, mert ez elsősorban is klasszikusan a hazafiaknak a bármikor való bebörtönzését, és én aztán tudom, hogy koncepciós eljárást olyan könnyen indítanak, bizony megvádolhatnak egy bűnszervezettel, egy bármilyen minősítéssel úgy, hogy már is bekerüljél, és akkor akár ott legyél állandóan. Tehát nekem ez a véleményem erről, hogy ez egy teljesen elképesztő dolog, úgyhogy most a te véleményedet is meghallgatnám, mondván, hogy te nem szavaztad meg. Igen, igazából ezt tényleg úgy látom, hogy egy olyan hangulatot gerjesztettek, egy olyan zsarolást, ugye itt így fogalmaztam az Alkotmányi Bizottság ülésén most hétfőn, Rogán Antal egy ilyen nagyon otromba zsarolást követett el ugye a magyar politikai szereplőkkel szemben, az országosi képviselőkkel szemben, hogy aki nem szavazza meg, az áraktúri gyilkosok oldalára áll. Ugye ez egy nagyon ócska, primitív demagógia, többszörösen is. Gyakorlatilag miről van szó? Tehát az előzetes letartóztatás intézménye az egy kivételes olyan eszköz, amelynek az a célja, hogy a gyanúsított a vád, illetve a büntetőjárás alatt legyen kéznél, tehát ne védegesen szabad lábon, mert mondjuk vannak speciális okok, például el akar szökni, meg akar hívni a nyomozást, vagy újabb bűncselekményt akar elkövetni, hogy a legtipikusabbat említsem. És a legtipikusabbat az elején említetted, hogy legyen kéznél, ami nincs benne a BL-be. Tehát sajnos ez a fő. A másik három, ami benne van a BL-be, mondjuk ezek közül a bizonyítékok meg eltüntetése az egyetlen, amire azt mondom, hogy tényleg egy ideig, egy fél évig jogos, hogy ott gyorsan a nyomozatóság begyűjt mindent, addig, hogy ne legyen útba. De onnantól kezdve már nem. Igen. És hát pláne, hogyha a magyarországi gyakorlatát vizsgáljuk meg az előzetesnek, akkor tényleg tanulunk. Hát ezt tényleg pláne a teljes esetben keresztül is be lehet mutatni. Tökéletesen 2,5 évet volt előzetesben, egy nyilvánvalóan koncepciós perben, ahol tényleg nem igazán tudták már, meg az elején is fogva sem megindokolni, hogy miért kell az előzetes fenntartani. De most be lehetné folyamatosan ezt rendetni. Tényképpen igen. Tehát itt én bemozom, elég drasztikusan fogalmaztam itt a frakció társaim felé, akik egyébként utólag már nagyon sokan belátták, hogy borzasztóan nagy hiba volt megszavazni, mert úgy fogalmaztam, hogy ezzel tulajdonképpen meg jóvá hagyták akár a Jobbik vezetésének a terrorcselekmények címén történő letartóztatást. És lásd Aranyhajnalt! Hát így, amikor megtörténhet. Ez nem kell sok ehhez, és ugye azt nagyon kevesen tudják, hogy a 15 éves szabadságvesztéssel fenyegetett vagy annál sűrűsebb cselekmény kategóriában nem csak az emberölés tartozik, hanem az úgynevezett terrorcselekmény is. Ez aztán bármire. Amit aztán bárkire rásüthetnek. Tehát innen kezdve egy öngyilkosság-szerű hatása van a dolognak. És hát azt kell mondanom, hogy a magyar szervek, ügyészi, rendőri szervek, bíróságok működésének és hát fertőzöttségének ismeretében meg még inkább tragikus a dolog, hiszen tényleg tisztelet a kivételnek, de annyira hajlamosak ezek a szervezetek, ezek a bűnüldöző szervezetek, igazságszolgáltatási szervezetek visszaélésszerűen alkalmazni az előzetest, előrehozott büntetésként alkalmazni, csak úgy kvázi kényelmességből alkalmazni az előzetest, hogy semmi biztosíték nincs arra, hogy ez nem fog megtörténni a jövőben. Egy apróság, vagy két apróság azért történt így mellette, ami kvázi jó, de hát az... Azt se hallgassuk el természetesen. Azt se hallgassuk el, ugye egyik az, hogy ha 2 évnél tovább húzódik a ügy, akkor már ilyen soron kívül kell minősíteni a bíró magatartása, vagy bíró tevékenységét, ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy még ő szankciót szenved el, vagy rövidebb lesz az eljárás. Másik pedig, hogy
a előzetes kezdeményezése vagy meghosszabbítása esetén ugye a bizonyítékokat nem csak megjelölni, hanem csatolni is kell. Ami igen, egy... ez nagyon-nagyon fontos, ez egy pozitív módosítás. Ez egy nagyon előlépés. Hát innentől joga lesz megtudni a gyanúsításkor az embernek, hogy miért gyanúsították meg. Igen. Vagy legalábbis milyen indokok, milyen bizonyítékok alapján. Hát igen, megismeri a bizonyítékot, amit én egyébként, amíg az iratismertetésre eljutottam, egy évig én nem is tudtam, hogy csak közölték, hogy ez van, hogy ezt most miért alapon állítják, hogy ki mondta, hogy találgatni lehetett maximum. Tehát azért ez mondjuk emberjogi szempontból egy előrelépés, csak ugye ezt agyon csapták azonnal ezzel az előzetessel, ami egyébként vagy a Strasbourg Emberjogi Bíróságon a fő Magyarország elleni hozott ítéleteknek a fő vezetője, hogy az előzetessel úgy visszajönnek itt. És ennek ellenére elképesztő, hogy ezt hogy merték megtenni, szóval én is meg vagyok döbbenve. Igen, hát állad ugye ráadásul ugye a Strasbourg-i Emberi Bíróság is megítélti a kárt részéről alkalmazás miatt, de valóban a kivitelezés, hát látjuk, tudjuk, hogy lényegében ugye nem olyan ismert, közismerte ez, de hát nyilván hallgatók közül kevesen tudják, hogy ez egy szigorúbb fokozatnak minősül, mint a fegyház. Hát igen, majd, hogy nem szigorúbbnak. Hát mondjuk a szadista emberülés miatt elítélt áruló gyilkos sem is enyhébb körülményeket fog csücsülni. Hát mit? Előzetes, ja. Mondjuk egy, mit tudom én, egy terrorcselekmény miatt meggyanúsított hazak. Hát azért ez jó lesz különbség, és a másik, ami nagyon, mondom, egyértelmű, vagy hát tényleg ez rá kell mutatni, hogy itt, amikor mondja Rogán Antal, hogy hát Németországban is így van, kérem. Jó, hát azért ne hasonlítsuk ma össze. Ne hasonlítsuk össze, mert ott egy olyan rendszer működik, ahol azért ilyen szintű önkény, ilyen szintű visszaélések, ilyen szintű ármánykodások a hatóságok részéről nem tapasztalt. Nyilván vannak, gondolom, amilyen szinten, de nem ilyen mértékben. És hát ami még elmondható, hogy amikor egy álságos szöveg van, hogy de hát kérem, hát az áraktól gyilkosok házirőzőből szöktek meg, és ez szörnyű dolog. Hát bocsánat. Nem őrizték őket, nem. Miért nem úgy őrizték, mint téged? Ezt is üvöltöttem a Rogán Antal felvezetőjénél, hogy gyerekek, a Budázina meg tudtátok csinálni, hogy ott üljön egy rendőrautó éjjel-nappal? Tehát, hol nem volt jelentősége, mert ugye mégsem emberülés, mert nem tudom, micsoda van ilyen. Ott meg nem tudták megcsinálni, hogy lett volna jelentősége. Végleg. De egyébként ez az egyik dolog, a másik meg az, hogy van karperec, miért nem volt rájuk téve. A másik meg az, hogy adjuk már, úgyis megfogják, és meg is fogják, megfogták egy pikpakra. Most, hogyha eltűntek volna évek óta, nem lennének meg, akkor azt mondom, a Rogán hisztériáját még valamilyen módon érthető. De hát egyből meglettek, tehát igazából most ezért egy egész országra ráhúzni egy új szabályt, hát ez teljesen abszurd. Sajnos ez tényleg jogvédőként is. És rossz reakció, egy rossz helyzet, rossz válasz. És azt kell mondjam, hogy a bírókkal szemben is, bár a bírókkal is megvan a véleményem a bíróság működéséről, de amíg ott vannak a legtöbben az eljárásokban szereplő szervek közül, a legtöbb olyan ember a bíróságon van, aki már valamilyen szinten föl van nőve ahhoz a dologhoz, hogy emberi jogok, meg hogy korrekt eljárás. Tehát a nyomozó hatóságoknál még 10-20 éve le vannak maradva ehhez képest is, ami a bíróságokon van, de a bíróságok is sajnos még messze vannak a jótól, de még ott akad ilyen ember. De ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy hát sokszor nem a bíróság lehetről, hogy elhúzódik egy ügy. Hát azért könyörgöm, bedobják az embereket előzetesbe, és másfél évig nyomozgatnak, nem csak semmi, nem is történik nyomozati cselekmények sokszor hónapokig, hát én is tudom. Tehát ott megy el az idő, nem a bíróságon, hát úgy kéne csinálni, gondolom, ilyen nyugati országban, ahol ez nem ilyen visszaészül, ott úgy megy, hogy akkor gyanúsítják be a palit, amikor már begyűjtötték a bizonyítékokat. Na, nálunk úgy, hogy az első legkisebb gyanúra, amit ők már megalapozottnak mondanak, pedig még csak éppen, hogy csak egy egyszerű gyanú lenne, hopp-e az ember az előzetesbe, és akkor majd gyűjtögetünk rá bizonyítékot. Hát ez fordítva kéne legyen, és akkor nem húzott el az eljárás. Igen. Tehát igazából ez van emögött szerintem, és akkor nem is kéne ezt az egész módosítást csinálni. De mondom, ez a Jobbik megtehette volna, tehát én is erről gondoltam, hogy így még egy mondatban véleményet kikérem, hogy azt mondja, hogy bár a Jobbik a szigorral ért egyet, és bár az gyilkosoknak, stb.nek a megbüntetés érdekében a szigorítással ért egyet, de nem lehet eltekinteni attól, ami ma van Magyarországon meg Európában, ettől az abszolút balliberális, globalista, szélsőségesen, diktatórikusan ilyen rendszertől, ami biztos, hogy visszélésszerűen pontosan a magyar érzelmű hazafias embereket fogja ezt először felhasználni, és ezért nem szavazzuk meg, csak ezért. Ezt miért nem tudta elmondani? Hát ezt nem értem, komolyan. Hát igen, ezt én szerettem volna, hogy így. Egyszerűen nem volt talán, nem tudom, kellő idő sem, mert sajnos eléggé nagy tempóban zajlanak ezek a dolgok, ezt látni kell, de hát, hogy mondjam, egy jó döntéshez egy viszonylag kevés idő is elegendő lenne. Tehát az a gond, hogy
engem az elnökség igazából erről nem kérdezett meg, amikor a döntés meghozta. Az egyetlen embert, akit igazán meg kellett volna kérdezni, mint még Krisztinát. Hát igen. Na, remélem azért, hogy most már változik, mondom én már több elnökségi taktól. Hát jó, csak már megvan a módosítás, érted? Hát igen, most valószínűleg az elő fogunk jönni egy olyan javaslattal, ami ezt egy kicsit helyre rakja, legalábbis lehet, hogy nem fogják úgy nyilván elfogadni, meg örülnek, hogy most ez megtörtént, de talán ez mégiscsak egy másik alternatív megoldás is lehet. Meglátjuk. Tudom erről mondani akkor. Hát üdvözlöm a kedves az a fiakat és a kitartás mindenkinek, és ne felejtsük el Gandhi jelmondatát, mely szerint ugye először nem vesznek tudomás rólad, másodszor ugye kinevetnek, harmadszor ugye harcba szállnak veled, negyedszer pedig győzöl fölött. Így van. Legyen ez a végszó, Tomi. Köszönöm az interjút.